fülmagasságig engedjük le. 3, 4, annál lejjebb nem, mert akkor pihen a kéz. Élő közvetítésben tart edzéseket Kertai Krisztina szekszárdi otthonából. A veszélyhelyzet idejére létrehozott Facebookos csoportjában hetente több alkalommal szervez ingyen edzést felnőtteknek. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kertai Krisztina. Nem szerettem volna az edzetémnek a kezét elengedni ebben a nehéz időszakban, és fontosnak tartom, hogy a már meglévő kondíciójukat fent tudjuk tartani, és ne veszítsék el a motivációjukat, maradjanak aktívak, ez csak egy átmeneti állapot. Hétfőn és csütörtökön ilyen alapformáló edzés, tehát ez nem egy túl intenzív edzés, viszont minden izomcsoportot megdolgozunk, a kedden és pénteken pedig ilyen intenzívebb edzést tartok, tehát egy ilyen hitedzést, amivel azzal is megdolgoztatjuk, de az inkább egy kardió jellegű edzés. Tableten keresztül tartja a kapcsolatot sportolóival, és otthon tükör előtt tanítja a különböző modern táncok alaplépéseit Hacsa Mónika. A konditermek mellett a legtöbb sportegyesület is felfüggesztette edzéseit a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel. Így a különböző ágakat képviselő sportolók edzői ugyancsak a közösségi oldalakon keresztül tartanak gyakorlatokat. Ilyen a szekszárdi Iberikán Táncsportegyesület is. A legnagyobb csoportnak house táncot oktató Hacsa Mónika otthonából közvetíti az online edzést. Most van idő alapjaiban részletesen elsajátítani egy-egy táncot, mondta a Táncsportegyesület elnöke. Ugye most rámegyünk inkább a fejlesztésre, az azt jelenti, hogy az alaplépések, alapkéztartások, testtartások. Ezeket fogjuk most tanulni, de tegnap már is kezdtük a house-zal. Szerintem ők is elfáradtak, mert én is. Ez egy elég intenzív tánc, de most minden edzésnek ugye meg lesz a maga kis története. Szerintem is, most pont ezt beszéltük, ugye, amikor ugye eldöntöttem, hogy online edzés, hogy nagyon könnyen lehet így fejleszteni, és a gyerekek most gyakorlatilag ugye otthon egyedül vannak, az olyan, mintha most személy szerint foglalkozná valakivel, és ugye nem vonják el egymás figyelmét sem a teremben, és ez most nagyon alkalmas arra, hogy a táncot jobban elmélyítsük, az a mindenféle stílus, technikákat, tánc elméletet például, most azt is tervezem, hogy jövő héttől tánc elméleti anyagokat fogok nekik adni ugye a csoportba, amikhez kapcsolom majd a gyakorlati videókat, amit meg kell nekik tanulni, és hogyha majd egyszer visszakerülünk a terembe, akkor ezeket alkalmazni is tudják majd, és most minden egyes órának meg lesz ugye maga a kis története, hogy milyen táncstílus tanulnak éppen, house, hip-hop, jazz, sok fajtát fognak olyat tanulni, amit mondjuk a teremben nem, mert természetesen egy óra alatt ugye egy repertoárt táncoltatni, gyakoroltatni a fellépésekre, versenyekre, új anyagot venni azért az nem egy hosszú idő, heti több órában sem, úgyhogy ez most nagyon alkalmas időszak lesz arra, hogy sokat tanuljanak. A tánc endorfint, vagyis köznyelvi nevén boldogsághormon termel, és a jobb agyféltekét is megmozgatja. Így hasznos a diákok otthoni oktatása mellett táncolniuk is. A lakásban pedig könnyen elvégezhető edzéseket ajánlanak a személyi edzők is. Sporteszközként használható egy szék, vagy például egy asztal, egy-egy vizes palack pedig helyettesíti a súlyzókat. Az edzők felhívták a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van.